20 éve érkeztek Miskolcra, és azóta szolgálják szívvel, lélekkel és kimeríthetetlen energiával az avasi gyülekezetet. Hangóné Virta Melinda és férje Hangó István református lelkipásztor 2004-ben meghívásra érkeztek a városba, bár nem mondtak rögtön igent a felkérésre, a mai napig nem bánják a döntésüket. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Isten tisztelet az avasi református templomban. Hangóné Birta Melinda református lelkész pontosan 20 évvel ezelőtt érkezett Miskolcra férjével, Hangó Istvánnal. Kegyelem néktek és békesség. A lelkész házaspár korábban akteleken teljesített szolgálatot. 2004-ben meghívást kaptak Miskolcra, mert az avasi templom akkori lelkésze, Mészáros István püspök nyugdíjba vonult. Az ajánlatra azonban nem mondtak rögtön igent, mert jól érezték maguk a helyükön. Többször átgondoltuk, és emberileg nézve azt mondtuk, hogy nincs rá ok, hogy változtassunk, de az emberi elképzelést az sokszor felülírja az Istennek a szándéka és a terve, és egy olyan igei útmutatást kaptunk, ami arra indított bennünket, hogy mégis igent kell mondani, nem emberileg, hanem azért, mert Istennek ez a szándéka. Ugyanis amikor Ábrahámot elhívta 75 éves korába, és azt mondta, hogy hagyj ott mindent, és én megígérem neked, hogy áldást kapsz ezután, akkor Ábrahám nem gondolkodott azon, hanem elindult. És ez volt az a fordulópont, amikor mi is úgy döntöttünk, hogy elindulunk, mert áldást ígért nekünk Isten. A döntésüket azóta sem bánták meg, még annak ellenére sem, hogy rengeteg feladattal és kihívással néztek szembe az elmúlt 20 évben. Hangóné Birta Melinda úgy fogalmazott, a megérkezésük után minden értelemben egy építkezés vette kezdetét. Építkezés emberileg, építkezés gyülekezeti szinten, és építkezés valós épületekkel, hiszen az a templom, ami a 12. század óta Miskolc szívében áll, az a templom 1982-ben esett át legutóbb egy nagy felújításon, és nekünk ebbe kellett beleállni. Orgona felújításba, 1895-ös műemlékorgona felújításba csöppentünk éppen bele. Aztán jött egy új orgonaépítés, és 2004 és 2006 között sikerült aztán végül eljutnunk oda, hogy egy teljes templom felújításon is átestünk, illetve átesett a gyülekezet és a templom. A kerek évforduló egy jó alkalom az összegzésre, de semmiképpen sem lezárás. A lelkész úgy fogalmazott, ez most új lendületet ad a megkezdett munkának. A teljes beszélgetést a híradó után kezdődő kilátóban nézhetik végig.